Sziasztok! Itt vagyunk Sátorraljó új helyen, ahol már javában zajlik a második középiskolás tábor. Így van, tartsatok velünk, nézzük is meg, hogy mivel foglalkoznak ezen a héten a fiatalok. Perceken belül két rendkívül izgalmas előadást fogunk meghallgatni. Így van, kiemelkedő nemzeti értékekről, hungarikumokról és Trianonról mesélnek nekünk az előadók. Keressék egyrészt az értékeinket, más pedig a lehetőséget arra, hogy mindig meglássák ebbe az újszerűt, a modernet, az átörökíthetőt. Én most vagyok itt először ebben a táborban, és úgy hallottam, hogy honfoglaláskori látogatóközpontba megyünk, amit nagyon várok, mert ha minden igaz, lesz íjászkodás, amit én nagyon szeretek, illetve a történelem is érdekel. Rengeteg szót és betűt látok. Már javában folynak a csapatversenyek. Pontosan mi történik itt? Anyanyelvi játékokat játszunk a helységnevek, illetve a tulajdonnevek elsajátítása érdekében. Jelenleg is különböző helységnevekből rakunk ki érdekes mondatokat. A foglalkozások során számos irodalmi feladattal találkozhatnak a diákok. Sziasztok! Megkérdezhetem, hogy itt például mivel foglalkoztok? Igen, itt Kazinci életéről megkaptuk a családját, hogy ki mikor, pontosan mikor született, és ez alapján kell egy családfát elkészíteni. A táborban csoportokba osztjuk a résztvevőket, ha a csoportban dolgoznak, és igyekszünk úgy beosztani a csoportokat, hogy az egy iskolában érkezők ne együtt legyenek, hanem tudjanak barátkozni más iskolákból jövő diákokkal is. Így a nyíregyházi és a kaposvári diák egy csoportba kerül, és szoros barátságok alakulnak ki. Anna, te amúgy jól tudsz táncolni? Persze, miért kérdezed? Hát csak azért, mert...